karácsony a legszebb ünnepünk, és mi azokat kérdeztük, akik ekkor is vigyáznak ránk és segítenek nekünk. Biztonságos karácsonyt kívánunk minden kedves nézőnknek! Az ünnepekre való felkészülés, a karácsonyi készülődés forgatagát most egy picit vizsgáljuk meg másik oldalról, a rendőrség szemszögéből, rendvédelmi oldalról, hogy hogyan készülnek a rendőrök a karácsonyra. A szolgálatban, és nem magánemberként, akkor a szolgálatellátással teljesen készülünk az ünnepekre, ami azt jelenti, hogy a vásárlók és az állampolgárok által leginkább látogatott helyeket vonjuk ellenőrzés alá, ami természetesen nem zaklató jellegű, hanem őket segítő jellegű. Ebben az időszakban azért mindannyian feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, gondoljunk csak bele egy bevásárlóközpont parkolójában, milyen szituációk tudnak kialakulni egy-egy helyért, akár mindenki zaklatott, idegesed. Mi azért vagyunk, hogy az ilyen helyzeteket segítsük, megelőzzük. Ez azt jelenti, hogy például nálunk található Lúldi központban minden nap visszatérően ott vagyunk, óránként megjelenünk, és a biztonsági szolgálattal egyeztetve az esetleges problémákban próbálunk segíteni, valamint a körzeti megbízottak is kijárnak és fogadó órákat tartanak, hogy hát, ha valaki érdekel bűnmegelőzési tanács, és kérdése van a rendőrség felé, azt meg tudja válaszolni. Mindemellett még a forgalmas helyeket próbáljuk segíteni, tehát egy Lúdi háznál például a kikanyarodó sávban, hogy ne alakuljon ki közlekedési dugó azokban az időszakokban, amikor leginkább terhelt forgalomban, ott vagyunk és próbáljuk ezeket a helyzeteket segíteni. Magánemberként a rendőrök is természetesen készülnek a karácsonyra, ami azt jelenti, hogy mi is egy olyan szolgálati ág vagyunk, ahol nincsen szünet. Tehát 24-én este, vagy 25-én, 26-án az ünnep napján is sokan távol töltik a családuktól a karácsonyt azért, hogy másokat szolgáljanak, így a kollégáim is, hogy nem egy rendőr lesz, aki szolgálatban lesz, és mások biztonságát vigyázza az ünnepnapokon is. Az elmúlt évek ünnepeit, karácsonyait tekintve, melyek voltak a legfőbb esetek? A besurranásos tolvajlások fordulnak elő, itt az ünnepi forgatagban vagy időszakban többször előfordul, hogy az ember felviszi a csomagokat, foglaltak ezzel, lepakolja a táskát, az ajtót nyitva felejti, és besurranó tolvajoknak ez kvázi egy lehetőség, tehát leginkább ezt figyelhető, meg ezért kérnék mindenkit, hogy ebben az időszakban, ha otthon tartózkodik is, vagy éppen csomagokat hordott fel, figyeljen arra, hogy zárja be az ajtaját maga után, ne váljon bűncselekmény áldozatával. Karácsonykor leginkább az érzékelhető, főleg szenteste 24 időszakban nagyon sokan telefonálnak a rendőrségre, és sokszor nem is valós problémákkal, hanem érezhető, hogy azért, mert magányos, mert emberi hangot szeretne hallani. Ilyenkor természetesen törekszünk arra, hogy empatikus személy jön a telefonok végén, aki felveszi a telefont, és sokszor elég csak egy beszélgetés. Tehát akkor mindig azt kérem a kollégáimtól, a beosztottaktól, hogy maximális empátiával, odafigyeléssel, és mindenki próbáljanak meg megérteni. Eddig még nem volt ilyen problémánk az elmúlt években, hogy bárki karácsonykor öngyilkos lett volna, sikerült ezeket megelőznünk és elkerülnünk. Ahhoz, hogy gondtalanul tudjunk ünnepelni, muszáj betartanunk egy-két óvintézkedést. Ezek az óvintézkedések, ezek nem ajánlottak, szinte kötelezőek, hiszen számos veszély leselkedik ránk a karácsonyfa körül, ezek általában tűzvédelmi szabályoknak a nem betartásából eredő tragédiákat okozhatják. Sajnos évről évre vannak adventi koszorúból eredendő tüzek, ugyanígy vannak karácsonyfa tűz miatti káresetek a fővárosban. A fenyőfával kapcsolatban számos tűzvédelmi szabályt be kell tartani. A legfontosabb és a legáltalánosabb szabály az, hogy nyílt lángot, tehát sem csillagszórót, sem pedig gyertyát a fa egy méteres közelében nem szabad meggyújtani, hiszen a fenyőfára rápattanó csillagszóró szikra már lángra lobbanthatja a fenyőfát. A fenyőfa mellett vagy közel lévő függönyön keresztül aztán kigyulladhat az egész lakás. Tehát ez a legfontosabb szabály, hogy nyílt lángot a fenyőfa közelében nem szabad használni. Szintén nagyon fontos, hogy a fényfűzéreket olyan helyről vásárolja meg az ember, ahonnan ellenőrzött minőségben CE minősítési szabványnak megfelelő fényfűzéreket kapjon, és ezeket akassza, lógassa fel a fenyőfára, hiszen ha nem megbízható forrásból származnak ezek a fényfűzérek, előfordulhat olyan zárlat, túlmelegedés, ami miatt kigyulladhat a karácsonyfa.
elrettentő példák, tragédiák is. Például egyik esetünk a fővárosban, ahol a szerencsétlen módon állította föl a család a fenyőfát az ajtóhoz közel, abban a szobában, aminek csak egy ajtaja volt, ajtóhoz közel állította föl a fenyőfát, és sajnos ez a fenyőfa kigyulladt. A család nem tudott kimenekülni az ajtón az égő fenyőfa miatt, úgyhogy az anyuka a pár éves gyermekével az első emeleti ablakból volt kénytelen kiugrani. Hál' Istennek nagyobb baj nem történt, a lábát törte, az anyuka túlélték a balesetet, ezért is nagyon fontos, hogy alapvető szabályokat tartsunk be. Fontos, hogy a fenyőfát már fölállítása pillanatában találjuk meg azt a kedvező pozíciót, hogy ne torlaszolja el a menekülési útvonalat. Szintén fontos, hogy a fenyőfát ki kell kötni madzaggal, eldőlés ellen kell védenünk a fenyőfát. Ha bármi történne mégiscsak, akkor legalább álljon egy helyben, ne dőljön rá se a kisgyerekre, sem pedig a egyéb bútorra. Mindig legyen kéznél porraloltó készülék a lakásban, vagy esetleg szükség szerint egy vödör vízzel is le tudjuk locsolni a még megfékezhető tüzet. Ha úgy érezzük, hogy veszélyezteti az épségünket a tűzoltása, inkább meneküljünk ki a lakásból, hívjuk a 105-ös vagy 112-es segélyhívó számot, lármázzuk föl a szomszédokat, hogy jöjjenek segíteni. Mentsük a bent lévőket, ha tudjuk, akkor zárjuk be az ajtót, annak a szobának az ajtaját, ahol a tűz keletkezett, hogy így is késleltessük a tűznek a tovább terjedését, hiszen nem kap oxigént a láng, így megfékeződik, egy kicsit zártabb helyen tud csak égni, inkább füstöl, mint ég, ezzel is óvhatjuk a javainkat. Hál' Istennek most már nagyon gondosak a lakók, a tulajdonosok is jobban odafigyelnek a tűzbiztonságra. Tehát egyre biztonságosabban ünnepelünk. Próbáljunk egyre biztonságosabban ünnepelni. Ez lenne a cél. Köszönöm egész szíves megtisztelő figyelmüket. Bízom benne, hogy tanácsainkkal és figyelemfelhívásainkkal segítségükre voltunk, amennyiben szükségesnek érzik, vagy segítségre szorulnak, kérem forduljanak hozzánk bizalommal. Minden nézőnek és minden ferencvárosi lakónak áldott békés karácsonyt kívánok, és boldog új évet mindenkinek!